Azért vagyunk itt, sziasztok, mert nemrég voltunk együtt alapozni Antáliában, Törökországban, és arról szerettem volna veled beszélgetni egy kicsit, hogy milyen volt, és azt tudom, hogy nagyon-nagyon régóta vártál rá, hogy elgyere egy alapozóra, és az Antáliát meg különösképpen, amikor kiírtam, akkor te voltál az első, aki azt mondta, hogy én ott leszek, és aztán kacipántos volt az út, de szeretném, hogyha mesélnél arról, hogy mi is a választás, és hogy a választás hogyan tud teremteni. Hát igen, magát az alapozót a fejembe ültettem, szerintem tavaly, hát talán amikor először hallottam róla konkrétan, valószínűleg az első társadalomban. Azokat is nagyon gyorsan elvégeztem, mert azt is tudtam, hogy azt tettni szeretném, tanítani én is. És hát ilyen két havonta körülbelül megcsináltam egy tanfolyamot, úgyhogy ez pikpak meg volt fél éven belül. És hát ez tavaly volt, azóta vártam az alapozót, hogy kinek hív majd az igazán az ő tanfolyama, hova. Az Antália meg nagyon érdekes, mert régen építettem üzletet, és még mindig követem a régi csapatot, és ők szoktak oda járni oktatásra, úgyhogy ők ültették el a fejembe azt a várost, és aztán, amikor jöttétek, akkor meg biztos voltam benne, hogy tutira ott a helyem, mert ez ennyi véletlen nincsen. Igen, mi van, hogyha nincsenek véletlenek, és mindenhol, ahol azt gondoljuk, hogy rajtunk kívülálló dolgok határozzák meg az életünket, és azokat, amik történnek velünk, mi van, hogyha ez nem igaz. És én is már egy ideje ismerlek téged, jöttél cserére, és látom, hogy már az alapozó előtt is milyen szinten használtad az eszközöket, sőt, a karodon is rajta van a mi más lehetséges még, vagy melyik? Mi más lehetséges? Szóval neked hogyan működnek az eszközök? Melyik a kedvenc eszközöd, mire használod, és hogyan játszol vele, és milyen eredménye van? Hát az egyik kedvencem az a hogyan lehet még ennél is jobb. Az egyértelmű, bármi jó dolog történik velem, akkor azonnal ott van a fejemben. Hát most nem fogom elénekelni, mert nem mutattam, de hogy az így ilyen, nekem ilyen éneklős formátumban van a fejemben. És a másik nagy kedvencem amúgy az elengedés, amikor most a legjobb példa Antáliában történt, amikor fotózkodtunk a tengerparton, és azt hittem, hogy elhagytam a csatomat. A hajcsatomat. És először is sokként ért, mert azt hiszem, hogy még a Tirolba vettem, és úristen, és jaj. És amikor sikerült elengednem, de szerencsére ezek már ilyen percek alatt történnek meg velem, hogy jó, akkor oké, elvesztettem, ennyi van. És ránéztem a táskámra, és oda volt rá a csatomat. Tehát, és ugyanez az utazással is, hogyha nem görcsösen akarom az egészet, akkor minden a helyére áll, és akkor minden. Úgyhogy ez a két kedvenc eszközöm. Most tiszta libabőr lettem egyébként ezzel kapcsolatban, mert igen, emlékszem, hogy volt egy kis hezitálás, hogy akkor most mi lesz, és hogyan lesz, és hogyan fog összejönni, és hogyan fog sikerülni. És mindenhol, ahol bejön a kétség, ott, ahogy te is mondtad, ezekkel az eszközökkel olyan szinten át lehet fordítani a teremtéseket prosperálóvá, és olyanná, ami elkezd mégiscsak működni. Mert hogy egy csomószor választunk valamit, és akkor így jönnek ezek a jaj, de nincs rá pénzem, de nem tudom, hogy fogom megoldani, de most mi lesz, vagy hogyan csinálom, túl bonyolult, inkább hagyjuk. És ilyenkor van az, amikor megállítjuk a teremtéseinket, és mégis ott voltál, szóval hogy csináltad, és mit csináltál? Mesélj! Igazán, ez nagyon érdekes, mert talán még bennem sincs annyira tudatosan meg ez a választás dolog, csak tudom, hogy amikor belülről jön, és tényleg igazán őszintén választom, akkor minden összeáll egyszerűen. Ugyanígy volt én, amikor kiutaztam Tirolba. Hogy amikor tényleg beláltam, és azt mondtam, hogy igen, szeretném menni külföldre, akkor egy hét alatt lett nekem munkám, szállásom, minden. Mindez karácsony előtt, külcudom már.
És a mostani az pont ugyanígy volt. Illetve itt is feltök hozni két példát, mert utaztunk, én tavaly elkezdtem kiiratani a 10%-ot is, és nagyon jól ment. És utaztunk karácsony tájékán, igen, pont két ünnep között. És amikor elkezdtem bevenni a környezetemnek, hogy de biztos, nem drága, mert mondjuk eléggé nyugatra mentünk, tehát én Kopenhága, Dániában, meg Malmöbel, Svédország, azért kicsit más színvonalon élnek. És amikor elkezdtem bevenni ezt a környezetemtől, hogy de biztos, nem lesz az drága, akkor hirtelen nem. És hozzá kellett mondanom konkrétan a tartalékomhoz, amitől persze kiborultam szintén. De nem baj, idén új évet kezdtem, újért életettem a 10%-ot, és most pedig annyira éreztem, hogy tényleg vállaltam ezt az Antáliát. Most is jött a környezetem, mert erre mondtad ezt a hezitálást, hogy volt bőven, már jött az, hogy miért nem itthon végzek alapozót, miért kell nekem külföldre menni, mennyivel lesz az jó, tehát mindent kaptam bőven. De most tényleg őszintén belülről választottam, és akkor így szépen lassan kicsinult minden is összeáll. És mi van azóta? És milyen volt a tanfolyam? Hogyan élted meg? Ugye törökül volt, és angolul, és magyarul. Nagyon vicces volt, ahogy a sok nyelvűséggel haladtunk, és azért a különböző kultúráknak a különböző energiái is feljöttek. Szóval te hogy élted meg ezt az egészet? Nagyon jó volt. Annyira jó volt, hogy három nyelven kaptam igazából, mert szerencsére nekem is volt, aki segített tolmácsolásban, bár azért be kell valljam, hogy sokszor értem az angolt, csak használni vagyok lusta, vagy nincs annyira komfortérzetem benne. Úgyhogy az angolt is ugye hallottam folyamatosan, kaptam magyarul, hogy életetire minden tiltság, és ott volt a török nyelv, és folyamatosan a fülembe, a fejembe, úgyhogy ezt ilyen triplán kaptam én ezt az alapozón. Ez nagyon jó volt. Mi volt az, ami a legjobban megfogott, vagy az az eszköz, ami a legnagyobb változást hozza, vagy hozta az életedbe? Ez egy jó kérdés. Pont tegnap voltam egy bárszkezelésen, és ott is kicsit előttem facilitált engem, és beszélgettünk, és mondtam, hogy pont hallottam a múltkori videódat, amikor valakivel szintén erről beszélgetetek, és egyből rosszat adtam magam, hogy úristen, mennem semmilyen változás, nekem nem volt tűzi játék, hogy most akkor ez történik, ehhez is nem tudok csodákat felsorolni. És igazából ez is jó, most tegnap kibeszéltük, hogy nekem, hogy is mondjam, engem megnyugtatott, megerősített abban, hogy ezt jól csinálom. Jól haladok, használom az eszközöket, zseniális teremtő vagyok, csak ezt még mindig nem merem bevallani, talán most mondtam először. És ezt mi el is ismerjük, és tényleg csak csodálkozva nézem, hogy most is ugye a munkádban mennyire sikeres vagy, és mennyi minden jött össze. Egyébként már ott kint is, amikor miközben alapoztunk, mesélted, hogy úristen, ilyen megbízás, meg olyan megrendelés, és hogyan lehet ez még ennél is jobb. Szóval mi van, hogyha tényleg nem veszük be a környezetünknek a mondandóját, vagy a véleményét, vagy a nézőpontját, hiszen te is mondtad, hogy úristen, még csak fél év van, és már túl teljesítetted az évre szánt teljesítményt. Tehát mi van, hogyha tényleg nem vesszük be azt, hogy problémák vannak, vagy gáz van, vagy gazdasági válság, vagy minden egyéb, hanem egész egyszerűen túlmegyünk azon a valóságon, ami itt van, és amikor nem hisszük el, akkor kezdődnek a csodák, nem? Igen, ez pontosan így érzem én is, mert most is hallom mellettem a kollégáimat, a csodában a vezetőmet, még a főfővezető is olyanokat nyilatkozik, hogy inkább el sem szeretném olvasni. Úgyhogy igen, ezeket, amikor tudok úgy működni, hogy nem hallom meg, akkor működött. És akkor onnantól kezdve így az egész egy ilyen ördögi kör, és vonza egyik a másikat már. És akkor már eszembe se jut bevenni. Át kell lépni ezen a ponton először, hogy mi teremtjük a valóságunk. Abszolút. És ahogy te is mondtad, hogy, tehát, hogy mi van, hogyha a változás az nem feltűnő, vagy nem
nem valami nagy csoda, vagy valami nagy változás, ami érkezik az életünkbe, hanem amit én éreztem, én ugye tegnap előtt értem haza, közben kiruccantam egy kicsit Marseille-ba, aztán vissza Törökországba, és amikor tegnap előtt hazaértem, akkor volt bennem az az érzés, hogy úristen, tehát hogy létrehoztuk ezt is, meg azt is, meg amazt is, de igazából otthon vagyok, és hogy ott vagyok mindenhol jelen, és mi van, hogyha nem valami nagy és grandiózus dolog az, amit várunk, vagy elvárunk egy-egy ilyen alapizótól, hanem valóban az, amit te is mondtál, hogy elkezdünk jelen lenni, és elkezdjük elismerni önmagunkat, és elismerni a tudásunkat, és a képességeinket. Ugye? Igen. Igen, most, hogy így kimondod, nekem körülbelül ezt adta, hogy elkezdtem tanulni, elismerni magamat. Hű, tiszta, liba bőr vagyok. Igen, mert hogy ezt annyira nehéz kimondani. Még kimondani is nehéz, nem? Hogy jó vagyok, és megy, és sikeres vagyok, és működik. És használom, és akkor is, hogyha senki nem hiszi el, hogy működik, menni tovább, és teremteni, és megcáfolni ennek a valóságnak az összes korlátozását. Úristen, de jó ezt hallani. És mi más lehetséges még? Úgyhogy, nagyon szépen köszönöm. Mi az, amit még itt üzennél, vagy mondanál? Mi az, ami még itt van, ami, hogyha elkezdjük elismerni, akkor még jobban elkezd kivirágozni? Nekem a nyelvtudásom egyértelműen, tehát az megint egy visszaigazolás volt, hogy igazából azt is tudom, azt az angolt. Nyilván volt egy-két dolog, amit azért nem értettem úgy, mert kicsit a szakmai is, de azért elég sokat nekem, hogy mondjam. Úgyhogy nekem például ez. Meg az a két apró csoda, azt mindenkinek mesélem, az valami zseniális volt, amikor ugye volt török lány is, aki tolmácsolt, és épp mondta törökül a szöveget, és ezt csak mártam Oszandra, aki amúgy nem tud törökül, elmondta nekem magyarul, konkrétan lefordította a török mondatot. És ez oda-vissza is megtörtént. Tehát valami hihetetlen varázslat. Abszolút. Tehát amikor egymásra ráhangolódunk, és együtt vagyunk abban az egységközösségben, akkor zseniális dolgok tudnak teremtődni. És nekem még ami óriási élmény volt, amikor ugye egy picit vizualizáltuk azt a létezést, amire vágyunk. És ahogy így párban voltunk, vagy voltatok, olyan összhang volt az egész csapat terében, ami szerintem egy életre megmaradt, és megragadt, mert az volt az a teljesség, amikor érzékeljük, tudjuk, létezzük, és befogadjuk azt a jövőt, amit abban a pillanatban hozunk létre, és csodálatos volt tényleg azt érzékelni, hogy szavak nélkül ment át az info, és áramlott az energia, és a kölcsön és ajándékozás és befogadás teréből működve hoztunk létre egy teljesen más valóságot. Nekem ez volt a legcsodálatosabb érzés, és ott is azt éreztem, hogy élem az álmaimat, hiszen imádom ezt a hozzájárulást, amit egy alapozó tud adni nekem is, és mindenki másnak, és együtt facilitálni tulajdonképpen valami sokkal nagyszerűbbre önmagunkat és a résztvevőket. Fú, nekem ez adta azt a teljességérzést, hogy jó helyen vagyok, és hogy ez csodálatos, hogy azzal foglalkozhatok, amit imádok csinálni. És te is azzal foglalkozol, amit imádsz csinálni, és nem munka, hanem szórakozás, úgyhogy hogyan lehetünk ilyen szerencsések, és hogyan lehet ez még ennél is jobb,
És mi más lehetséges még? Tényleg, amit elképzelni sem tudunk. Úgyhogy én annyira hálás vagyok neked, hogy jöttél, hogy választottad, hogy együtt teremtettünk, és hogy együtt megyünk tovább előre. És tényleg kívánom, hogy az, amit most eddig teremtettél, és amit most elismertél, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy kimondtad és elismerted, hogy ez még megsokszorozódva érkezzen az életedbe. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neked, köszönöm, és köszönöm a beszélgetést is. Én is nagyon szépen köszönöm, és annyira örülök, hogy ott láttam, és azt a támogatást, amit kaptam tőled, és másik láncod is, Sandrától, hogy nekem tényleg ott a helyem, és merjem választani. Nagyon köszönöm. Nagyon-nagyon hálás vagyok, úristen, most is megölelgetnélek. Milyen jó volt ott a tengerparton. Na, úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, és mi más lehetséges még, hogyha akár ti is választjátok, milyen csodákat varázsolhatunk az életünkbe, hogyha választjuk, hogy a varázslat vagyunk. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, csodás délután. Tudom, hogy mész a ligetbe sétálni, én pedig megyek medencézni a gyerekekkel, úgyhogy szép délutánt mindenkinek! Köszönöm, szia! Sziasztok! Szia! Szia!